Egy éve alakult meg az Új Világ Néppárt Pálinkás József akadémikus elnökletével, amely az ellenzéki összefogás tagjaként a polgári értékek mentén valós alternatívát kíván nyújtani a választóknak a jelenlegi kormánypárttal szemben. Azt gondoljuk, hogy sok ember van Magyarországon, akinek sem a jelenlegi kormány által hangoztatott, de nem képviselt értékek, sem pedig a 2010 előtti kormányzás módszerei, értékei nem felelnek meg, és szeretnének Magyarországon kormányváltást és egy politikai irányváltást. Vas megye egyes számú választókerületében Kocka Tibor indul. Szombathely korábbi alpolgármestere azt mondta, tudásalapú társadalmat kell építeni és visszaadni az önkormányzatok autonómiáját. A kettes választókerület jelöltje Molnár Miklós lesz, aki a mikro- és középvállalkozások megtelepedését, valamint az összehangolt térségi fejlesztést emelte ki célként. A hármas számú választókerületben Horváth József Áron méreti meg magát. A 23 éves vegyészmérnök szerint a vidéki infrastruktúra, a turizmus és a szolgáltatások javítása elsődleges. Pálinkás József délután Nemény Andrással tárgyalt. A polgármester azt kérte a miniszterelnök jelölttől, hogy megválasztása esetén az önkormányzatok kapják vissza jogaikat. Nemény emlékeztetett rá, hogy Karácsony Gergelyt támogatja, de el tudja fogadni más nagy tudású, széles látókörű ember jelöltségét is, mint amilyen Pálinkás. A pártelnök úgy fogalmazott, össze kell fogniuk a másként gondolkodóknak, és egy kiszámítható, működőképes rendszert kell felépíteni. Az önkormányzatoknak vissza kell kapniuk minden olyan feladatot, amit el tudnak látni, köztük az oktatást is.